Sziasztok! Ági vagyok, az Ürömlány, ez pedig itt a Kiborító. Minden olyan témát kiborítunk az asztalra beszélgető társammal, Szilágyi Miklóssal, amit elénk vet a LinkedIn, és szerintünk izgalmas. A véleményünk nem minden esetben egyezik, amit mi kifejezetten élvezünk. Vállaljuk az összes utaságunkat, esetlenségünket, tudásunkat és tudatlanságunkat, a véleményünket, ami szerintünk nincs kőbevésve. Mersz velünk jönni így, hogy kiborítók vagyunk? Minden nap annyi érdekes van, hogy ezt nem lehet feldolgozni. Sose fogunk versenyezni, tudni a mindennapi reggeli somusorokkal. Hiába van minden nap valami érdekes és új, amit elkezdünk beszélgetni. Na mondd, mit hoztál ma? Versmozó lány. A kezdés ugye az, hogy PG-12, mert azt írtad a videó alá, akkor maradjunk annál. De valóban itt csak a néhány csúnyás szó, más nincs, ami miatt PG-nek kell lenni. És nem mondom meg, hogy mi az, csak felolvasom, és utána mondom meg. Oké. Na, hát akkor most belevágunk kezdésnek. A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki, amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzzanak és fiatzzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelidíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba, ezentúl a szörny még nyugtalanabb, és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz, és ne ijedj, és ne hazudj önmagadnak. Inkább örülj, hogy felismerted. Gondozd, mert könnyen szelidül, és derék háziállat lesz belőle. Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók, becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságait rosszak. Ez egy nem befejezett, azt hiszem, munkája a teljesség felé. A teljesség felé az a címe, és ilyen nagyon rövid kis, ilyen kis fakokból áll. A következő az életidomítás, az is érdekes, az lehet, hogy a következő alkalomra, a kígyós. Érdekes, hogy a végén, itt nem is tudom, hogy itt is megvan, de a neten, amikor találtam, a neten találtam meg, akkor az volt odaírva, hogy ő köszönetet mond a Hanvas Bélának. Na most az az érdekes, hogy ha az ember elég sokat olvasgat, meg járogat, és hát az nekem volt időm rá, akkor érdekes, hogy mennyire összefüggenek a dolgok. Ez nem a véletlen, nem véletlen, hanem egyszerűen konvergálnak a dolgok. Ugye Hanvas, Campbell, Jung, Vörös Sándor, nagyon érdekes. Egy négy soros felolvasok, ez csak, hogy ki volt Vörös Sándor. Önkarrikatúra, két errel. Önkarrikatúra. Hárman vagyunk, ha egymagam vagyok. A háromságomat ki érti meg? Egyikünk bölcs, mint a kő, és épp oly rideg, hideg. Másikunk nyáspolgár és langyos meleg, akár a szörp, a nyári napon. Harmadikunk dilinós kicsit, és költő is, és gyerek nagyon. Ennyi. Ez gyönyörű. Arra reflektálok, amit mondtál az elején, hogy Vörös Sándor, és Hanvas, és Jung, és nekem ma küldted ezt a Szalomés podcastot, és elkezdtem a Jungnak a Vörös könyvét. Rögtön az első felolvasás, amit elkezdtek a legeslegelején. Nem fogom most tudni azt, mert hogy ez angolul van, de nyilván az első dolog, ami beugrott, az a kék szakállú volt. Megvan? Persze. A prológus? Megvan. Vagy ez nekem így a lelkembe van tetoválva. 16 éves korom óta, 15. Akkor találkoztam vele először, és akkor rögtön elsőre nagy szerelem lett. Ráadásul
zenésznek tanultam, úgyhogy én ilyen opera verseny, opera tudás verseny, tehát opera versenynek hívták, de tudás volt, hogy milyen elemei vannak, és én a kékszakállút kaptam, mint tételt, hogy azt tanuljam meg, meg volt még egy, a Boris Godunov, és én akkor nagyon nagy szerelembe estem. Bartókot egyébként is nagyon szerettem. Innen jövök most megint, Bartók, arról hallottál, hogy pár éve volt a Momé-nak egy olyan végzős hallgatója. Mondtam, hogy ilyen anyagot én is szeretnék, amivel ő él. Nem tudom, hogy mennyire tudatmódosító vagy nem, de egy olyan lány, aki azt mondta, hogy a keresztemes, magyar keresztemes hímzéseket ilyen pentaton korddal le fogja játszani. Tudod, vannak azok a lyukacsos lapocskák, hogy betolod egy zongorába és lejátsza. Pentaton... Lyukkártyának hívják. Igen. Valamikor. Igen, lyukkártya. És a data a hangban jön ki. Ilyeneket csinált a magyar keresztemes hímzésekből. Elképesztő, mert Kodály Bicinimok, Bartók, keresztemes hímzések lehet nem, nem látni. Hallottam. Ez annyira speciális, és nagyon érdekes. Nem, ez jó, hogy elmondtad. Nem, ezt nem. El fogom neked küldeni, és amikor ezt hallottam, akkor én még kézműves voltam, és nagyon sok bélyeggel dolgoztam, és nekem a külföldiek ezekre mindig rácuppantak, mindig meg is mutattam nekik, hogy ez így hangzik, ez a hímzés, apám. Ezt. Ugyanebben az évben erdő hang is volt, azt is megcsinálták, hogy a kivágott fáknak a egy-egy szeletének megnézték, hogy milyen hangja van. Sőt, a Covidnak is volt hangja. Ez egy ilyen nagyon érdekes, minden összefügg, az egy nagyon érdekes ilyen ázsiai, kínai hangtípus, vagy hangsortípusú volt, és dalamtípus. No, hát ennyit erről. Valamit írtunk, hogy mi lenne a... Én összeírtam. Tessék? Én összeírtam, készültem. Megyek veled. Figyelj, én a rezonőr vagyok. Én ezt nagyon szeretek rezonőr lenni. Ha nekem kéne valamit elkezdeni, most már azt mondanám, akkor, hát hogy mondjam, így nem kezdenék, elkezdenék könyveket olvasni, meg filmet nézni, de én nem kezdenék el ilyet. Jó, van valami, amit úgy tarsolyba tartok, de az egy másik dolog. De azt egyelőre nem mondom. Na igen, mondjad. Oké. Okay. Mondjad a napi rendet. Teljesen jó lenne erről az áldozathibáztatásról beszélgetni, illetve amit posztoltam tegnap, ez a mikor meri az ember bevallani azt, hogy bántalmazott, és hogy erre a külső résztvevőként maradunk egy bystander üzemmódban, vagy odaszólunk, hogy miért vettél föl szoknyát, vagy miért kell neked komondor, vagy kellett neked olyannal együtt járni, aki... Vagy pedig ezeket mind lenyeljük, és tudunk egy olyan biztonságos közeget biztosítani, ahol a bántalmazott esetleg tud arról önreflektálni, beszámolni, hogy bántalmazott. És ez nekem azért nagyon érdekes kérdés, mert most már számtalan cikk van róla, hogy mennyire sok idő egy bántalmazottnak, amikor észreveszi azt, hogy ő ténylegesen bántalmazott, mert nyilván azok a szituációk, amikor fizikait mondok, követnek, akkor rögtön észreveszed, hogy bántalmazni akarnak, viszont alapvetően egy csomó kapcsolat dinamikában úgy jön ki, hogy az elején ez nem jön ki, és mire kijön, addigra már le vannak tördelve a szárnyai az embernek, és nagyon nehezen veszi észre, nagyon nehezen talál kiutat, és nagyon beszűkült térben van. Ott volt érdekes hozzászólás, az egyik az volt, hogy mikor beszélünk bántalmazásról, hiszen amikor XY megkapta a kokit a tanártól, jogosnak érezte akkor, vagy meg most is azt mondja, hogy jogos volt, hogy ő kokit kapott, mert hogy akkor ott olyan szitu volt, hogy azt meg kellett tenni. Manapság lehet, hogy túlvédjük a gyerekeket, illetve a másik pedig az volt, hogy ez a bántalmazottnak a felelőssége, meg egyébként is minek jön ki, és minek beszél róla, meg minek panaszkodik. De a másikra is, de erre emlékszem, igen. Aztán nem válaszoltál rá. Tehát először önmagának kell kimondania. És az a legfontosabb.
ha olyan fizikai, meg minden, hát akkor elmenni nagyon nehéz lépés a kifelé. Tehát, hogy rendőrség, meg mit tudom én, meg bíróság, meg az egy nagyon nehéz dolog. Az látszik, hogy nagyon nehéz dolog. Volt egy ilyen nem, hogy a fizikai az azonnal látszik. Én úgy tudom, hogy nem. Tehát, Nem mindegyik. hogy mondjam, nem az, hogy kifelé nem látszik, hanem még a bántalmazott is, hogyha nem állandóan verik, hanem az olyan, mint a részegség. Tehát egy cirkusz viciózus van, és egy férfi, akit szeret. Már általában férfi, aki ver, az férfi. A pszichológiai, abban ők jobbak. De a verésben sajnos a férfiaknak nincs eszközük egyébként. Tehát elég hamar nyúlnak bizonyos intelligencia szint alatt, vagy nem tudom, dupla y kell hozzá, vagy nem tudom. Tehát nem tudnak pszichikailag hatni. És pszichikailag beszorulnak. Tehát sokszor úgy kezdődik, hogy cikizik a nők. Tehát, hogy betesznek a nők. És ahogy mondtad egyszer, hogy nagyon tudják, hogy hova üssenek, mert nagyon tudják a gyenge pontokat. De nem azt akarom mondani, hogy ők kezdik, csak elég sok alkalommal valószínűleg így kezdődik. Nagyon alapszinten. Mondjuk azt, hogy amikor fizikairól van szó, az 90x százalékban, mondjuk egyre erősebbek a nők, nem feltétlenül, de mondjuk 90%-ban férfi. És tulajdonképpen, ha az egy ilyen ciklus még, szombaton hazajön, miért voltál el, és akkor kapok egy pofont, a nő kap egy pofont, de aztán vasárnap fölkelnek, esetleg reggeli szex, mit tudom én, tehát szereti a férfit. És a nő nagyon jobban bele tud akadni, a férfi is bele tud akadni, jobban bele tud akadni, és azt mondja, hogy legközelebb nem így lesz, mert meg is ígéri. Tehát abban a helyzetben ugye az alkoholista is, hát ő le akar szokni. Tehát amikor jó, amikor a ciklusnak az a része van, akkor ő szeretne leszokni, de visszaesik. Ugyanez, hogyha a verő még nem abban a fázisban van, amikor borzalom, hogyha hazajön, és egy teljes borzalom, hanem egy ilyen ciklusban veri, időnként megveri, vagy kap egy pofont, vagy odasóz neki, vagy nem tudom, akkor azt sokáig, én úgy tudom, ezt elég sokáig feldolgozzák a nők. Nem csak azért, hogy mit szól a falu, hanem ő maga is. Azt gondolom, hogy maga is. Tehát át is érzi, hogy még azt sem mondanám, amit te mondtál, hogy elválasztottad a fizikait a nem fizikaitól, én csak azt akarom mondani, hogy ha az váltakozik egy ilyen pozitív, negatív, pozitív, negatív, pozitív, negatív, elég sokszor belekapaszkodik a pozitívba. A jó szexbe például, vagy valamiben. Igen? Én most erre nagyon sok mindent szeretnék ráfűzni. Az egyik az az, hogy ilyenkor egy nő, nem is egy nő, beszéljünk bárkiről, akár nő, akár férfi, hogyha bármilyen ilyen toxikus ciklusban van, mondjuk így, a párjával, akkor ha nagyon sokáig benne marad, akkor azt szoktuk mondani, ilyen tudatosság szinten, hogy a potenciálba kapaszkodik. Tehát ő látja azt a potenciált, ami lehetne a másik. Ez az Neve is első. van, Stockholm-szindróma. Hát neve is van. Hát neve is A van. Hát másik. elrabolt emberek ragaszkodnak az elrablójukhoz. Igen. Neve A is van. másik az az, hogy amikor az ember sokáig van ilyen gaslighting ciklusban, ebbe a toxikus leföl-lefölbe, akkor igazából ez úgy működik neurológiailag, hogy az elején a tök mindegy, hogy milyen nemű fél, megvillantja azt a ami potenciált, amibe az ember beleugrik, és azt mondja, hogy jó, akkor ez lehet Igen. jó közös hajó. Abszolút. És ez nem rögtön derül ki, hogy igazából engem tükrözött az én vágyaimat, vagy az én Netán potenciálomat. őszinte volt, Ágnes. Netán őszinte pillanata volt. Ez a Nem baj. biztos, nem De biztos. genuine pillanata. Jó, az a pszichopata. De ha nem pszichopata, akkor lehet ilyen genuine pillanata. Ha A ciklusban. narcisztikus, akkor is, nem kell az, hogy pszichopata legyen, Igen. ha narcisztikus, akkor is csak felvillantja, Igen, és az igaz. onnantól kezdve, hogy én belementem, legyek most én, de ezt megkaptam a Steven-től is, a Steven Kalácskától, hogy miért hoztam én ezt elő, és mondtam, hogy az ihletője az pont egy srác, aki a feleségétől úgy vált el, hogy azt mondta, hogy I'm a narcissistic relationship survivor and a toxic empath.
mert ehhez kell ugye a fogadó és adó fél is, hogy, Igen. ő, hogy valaki empatikus, és adni akar, meg magában keresi a hibát folyamatosan, és az ő posztjai inspirálták ezt a posztomat. A neurológiára visszatérve, az áldozat szerepet, aki kapja, aki most hívjuk toxikus empatának, tök mindegy, bántalmazottnak, bármi is, a neurológiai szisztem úgy működik, hogy várja az agy folyamatosan azt a jutalmat, amit nem kap meg. És ebből nem tudod kiszedni az oxitocinos történet, hogy annyira nehéz kiszedni belőle neurológiailag az embert, nagyon nagy tudatosság kell hozzá, mert hogy az agy arra lett kondicionálva, hogy mindig várja azt a kis kenyérmorzsát, amit elé szórnak, és minden egyes alkalommal egyre nagyobb dolognak fogja megélni az agy, mivel egyre nagyobb a hullámvölgy előtte. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas téma. Nagyon behúzós dolog. Nagyon behúzós dolog, igen. És a fizikainál azt tudod mondani, hogy legalább a szomszéd látja, hogy el... Igen, annak nagyon nyoma hülyén van, hangzik. A nyoma van, igen. Persze, meg hang, tehát igen. De az ilyennél, amikor, mit tudom, ez a srác is mondta, hogy folyamatosan be kellett számolnia, hogy merre jár, körbe videózni, nézd, most ezzel vagyok, akkor belekötött a csaj abba, hogy de biztos szebb és jobb is. És nyilván a túloldalon, aki bántalmazó, és akinek nincsen eszköze, az egy iszonyatosan gyermeki, bizonytalan, és magát megmenteni nem akaró, mert hogyha valaki tudatos, akkor ezen elkezd dolgozni, és nem arra hivatkozik, hogy de nekem ilyen mintám volt, de nekem az apám alkoholista volt, de én azt láttam, hogy az anyám verte az apámat, az apám verte a lovat, a nem tudom, tehát mindenre lehet hivatkozni, mert ez kurva könnyű, nagyon nehéz beleállni, és elkezdeni kiszedni magadat. És az, hogyha egy ilyen hozzászólás jön, hogy de miért mentél oda, meg miért beszélsz erről, az pont azt az erőt veszi el attól, aki túlélő. És erről is beszélgettem tegnap egy barátnőmmel, aki azt mondta, hogy ez olyan szar, hogy azt mondod, hogy bántalmazott meg áldozat, mert annak az áldozatnak van egy ilyen negatív, leszívott energetikája. És akkor mondtam, hogy jó, akkor mondjuk azt, hogy túlélő. Mert ahogy abban benne van az erő. De gyakorlatilag, ha dinamikát nézem, akkor van egy bántalmazó, és van egy áldozat. Egyébként nem tudom, azt a posztot láttad, a tegnapi posztot, hogy egy mesterséges intelligenciával, most nem a GPT-vel, hanem a karakter, angolul karakterírva, pont AI, és annak vannak ilyen avatárjai. És gondolom például a Szókratész avatárt mondta, hogy van neki, és akkor gyorsan bementem, mert én egy Szókratész kultusz fan vagyok. Bementem, és gondolom, megetették vele az összes Platont. Meg hát mást is, de volt benne valami, hogy most én a Szokratésszal cselegek. Akkor egy picit beszéltünk a victim blamingről, és egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak ilyen segítők, akiknek pont azt rólják fel, hogy akiknek nem tudnak segíteni. Mert vannak ilyen guru segítők. Én magam is közelről is láttam egy ilyennek a működését, akik vannak emberek, akiknek tudnak segíteni. Nagyon még hosszá. Tehát nagyon megvan a hullámhosszuk, és hogyha a keresőd a potmétert ráállítod az ő hullámhosszára, és a te hullámhosszod az, akkor nagyon meg tud gyógyítani, és egy ilyen, hát Istennek fogod gondolni legalább, minimum. Mindenesetre egy nagyon nagy mérföldkőnek az életedben. De akinek meg nem, de ugyanakkor olvassa, hallgatja, sok videó, stb., és nem egy van ilyen, arra meg azt mondják hozzáértő pszichiáterek, pszichológusok, hogy az victim blaming, mert gyakorlatilag beléjük szugerálják, hogy a gyerekkori sokja, meg traumája, meg minden, és akkor már nem is fog igazán dolgozni vele, mert hogy mondjam, kiveszi belőle az erőt. Az előbb mondtad ezt, hogy ki tudja venni az erőt egy rossz megközelítés az emberből, tehát egy a falu, meg mit tudom én. És akkor megkérdeztem ezt, és akkor ő is azt mondta, mert azt senki nem tagadja, ezek a pszichiáterek és pszichológusok, akire hivatkozok, sem tagadja, hogy vannak autoimmun betegségek, amik pszichoszomatikus okokra vezethetők vissza. De hát ezt iszonyatosan régen vizsgálják, és egyre több tudományos kísérlettel próbálják kiszűrni, és hát elég kis százalékban, de találnak ilyet.
ami csak az. Itt most az a lényeg, hogy a csak az. Én azt szoktam mondani, aki azt mondja, hogy a rák akkor az azért van, mert mit tudom én, a vesét az azért van, mert ami, és akkor mondom oké, akkor mindent jól csinálok, akkor nem fogok meghalni. Tehát egyszerűen nonsens, amit mondanak. Mert valamiben meg fogok halni. És ugyanakkor pedig, az is igaz, én szoktam mondani, hogy én nem leszek gyomorfekélyes, mert én kimondom a dolgokat. Kimondom, és nem ül, másba fogok meghalni, nem gyomorfekélybe fogok meghalni. De meg fogok halni. Tehát az, amikor azt hallom, hogy így lehet meggyógyulni a rákba, meg úgy, oké, és akkor majd másba hal meg. Ez a victim blaming perifériáján jelent meg ez a dolog. Én kérdeztem rá, és akkor ő mondta, hogy igen, vannak pszichoszomatikus, de csak annak, hát azt, nem, azt én mondom, hogy az veszélyes is lehet. Tök minden eszembe jutott. Az ez a jó, hogy egyik... minden jut eszembe. Oké. Okay. Az egyik az, hogy erről is volt egy posztom, vannak ilyen mérgező mondatok is, ez a majd jön következő, állj föl, úgyis túléled, amik ilyen pozitív dolognak tűnnek, de ezek ilyen baromi mérgező mondatok, mert aki éppen ott van a beszűkült állapotban, az nem biztos, hogy előre löki. Ha mentálisan vagy szarul, mentálisan sérültél, mert elhagyott a feleséged, mert kilépett úgy az üzlettársad egy szerződésből, hogy kurvára unfair volt, és nem láthattad előre, átvágtak, nem tudom, megloptak, tehát olyan, aminek nincs fizikai nyoma, akkor általában szokott jönni ez a nem baj, majd jön az ügyvéd, majd jön a következő nő, majd jön a következő, nem tudom, és mondtam, hogy ha ez egy motorbaleset után lenne, és ott lennél összevarva az ágyon, senki nem merné azt mondani neked, hogy nem baj, majd jön a... És akkor ki lehet pontozni, hogy mi. Tök más, hogy állunk hozzá a fizikai, meg a lelki sérülésekhez. Ez volt az első, amit most így hirtelen reflektálni akartam. Illetve szintén a posztjaim alatt alakult ki egy ilyen párbeszéd, hogy a minden tiszteletem az orvosoké, és minden tiszteletem a pszichés orvosoké is, de úgy tekintünk most rájuk, mint akik a gyógyítók, pedig ők nem a gyógyítók, hanem ők a katalizátorok szerintem. Mert ami benned van, amit meg akarsz tenni, ahhoz tudnak eszközt adni, akár pszichésen, akár fizikálisan. A harmadik meg az volt, amit te is mondtál, hogy a nők, és nem mondjuk így, hogy a nők, mert hogy előjön az előző adásunk, hogy a nők és a férfiak. Inkább azt mondanám, hogy azok, akik empatikusabbak, legyenek azok nők vagy férfiak, a legveszélyesebb ellenségek, vagy a legveszélyesebb bántalmazók, mert pontosan tudják, hogy hol van az Achilles-inad, és ott fognak betámadni abban a pillanatban, amikor nem számítasz rá. Szerintem ezt egyszer írtam neked, hogy egy Horst Schott nevű német kabarettistának a jut eszembe erről, hogy van egy végtelen nagy hard diskjük, és mindenre emlékeznek. Bármikorról, évek, 10 évek, 20 évek a sérelmeit pontosan elő tudja hívni, és a te gyengeségedet is pontosan elő tudja hívni. Erre a férfi képtelen. A férfinek ilyen nincs. Nincs ilyen hard diskje. Ez egy nagy különbség egyébként.